Az emberi hülyeség határtalan. A mi kettőnk hülyesége pedig az őrülettel határos. A következő műsor megtekintése kizárólag saját felelősségre ajánlott, és szigorúan otthon a négy fal között. Itt a Darwindi Hajós Andrással és Lincsényi Márkóval. Itt van zene? Persze már most volt az előbb. Ja jó. Tudom. Sziasztok ez játszoltam? itt a probléma Hajósal és Márkóval új podcastje a Darwindi Hajós Andrással. És Lincényi Márkóval PHM Darwin D, akkor az PHMD, PHMD, D PHM D, D, -d mint ezzel most megleptél be valamű Tehát én azt hittem, hogy ez egy pörgős, sodró lendületű adás lesz. Annak is szántam, de legyen az, hogy írjátok meg a véleményeteket egymásnak arról, hogy mi legyen a műsor címe. Szóval, hogy ez nem a megszokott probléma, ami most már élőben jelentkezik minden szerdán este héttől a YouTube-on, hanem ez az emberi hülyeség, és leginkább a saját hülyeségünk előtt hódoló műsor. Ugye mindenki tudja, hogy a Darwin díj az mit jelent, a Darwin díjat az kapja meg, aki hát jobb is, hogy meghal. Annyira hülye, hogy meghal, és jobb is, mert nem örökíti tovább a DNS-ét. Ennek nagy hagyománya van az interneten, a különböző társasági beszélgetésekben, de ez nekünk így egy kicsit durva volt. Szóval nem arra készülünk, hogy hogy legyűjtsünk ilyen eseteket, hogy Indiában egy ember szalonnát akart sütni a vulkánon, és akkor lefizni akart a szakadék szélén is. Igen, a nem röhögni akarunk a, a, a francia biztosítás nélkül Eiffel-toronyról ugráló De emberen aki végül meghalt. De azért egy picit szolidan mégis, mégis ezt a titkot keressük. De nem kell, hogy meghalljon hozzá, tehát mi csak a hülyeséget keressük, és ez egy szubjektív lista, tehát ezen a listán azok fognak szerepelni, akik szerintünk hülyék, illetve hát ugye nem árulok el túlnyom titkot, hogy sokszor magunk is, tehát azt hiszem, hogy a legnagyobb hülyeségeket azik, mit mi csináljuk. Azt hiszem, igen, legalábbis a legtöbb hülyeségről, amit valaki csinál, akkor tudunk, ha mi csináljuk. A potpeden szerdánként 19 óra 45-kor találjátok meg, tehát pont a problémahajósal és Márkóval élő adása után megfogtad, hogy a székemet... Hogy Igen, mert megőrülök a... attól, hogy egyfolytában centrifugálsz. De nem centrifugálok, csak ide-oda mozgok. A Youtube-on pedig keddenként este hétkor látjátok videóval, illetve a Spotify-on is keddenként este héttől érítek el. Ahogy ha már ott hallgattok, akkor ez az információ teljesen hülyeség. Tehát egy Darwin-díj már nekem jár ezért. Így van. Én egy másik Darwin-díjat érdemlek azért, amit most fogok kérdezni, e, e, tulajdonképpen, ha úgy veszük élő felvétel adásban, hogy én azt elfelejtettem, hogy itt mi, itt mi várjuk a a közönségünktől, abszolút, hogy ők írjanak. Abszolút várjuk. de jó. Abszolút várjuk, és ha igazán nagy hülyeséget akartok írni, akkor nekem írjátok az Instagramon, kukacmárkólincényi Instagram profilra. Várjuk a hülyeségeket, lehet a szomszédod, lehet a rokonod, lehet a... Én olyat a, a csináltam, baráta, hogy... Vagy én azt csináltam, mert ugye az ember a szomszédait megválogathatja, de a barátait nem. És mi a tervünk ezzel? Felháborodunk? Nem. Kacagunk. <laughs> igen. 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 Ö, igen példát és akarunk mutatni. Példát akarunk mutatni. Nem gúnyosan kinevetünk, másokat tulajdonképpen kicsit sajnos igen. Kicsit sajnos igen, és igazából azt is tudjuk, hogy csak azért vettük bele a saját hülyeségeinket, hogy ezzel ürügyet és passzportot szerezhessünk ahhoz, hogy másokon is röghessünk. Szóval ez körülbelül úgy fog kinézni, hogy nagyon haragszunk másra öt percben, majd elmondjuk, hogy én meg a hüvelykújjalmra ütöttem a kalapácsán, jaj, de hülye vagyok, és utána megint lehet más gyűlölni, és utálni, és nevetni rajta, nem? Miért van nálad egy golyóstól, papa? Azért van egy gorostól, hogy egy irányodba mutató pénisz rajzolhassak. Aha. Így. Emlékszel, amikor ültünk valamilyen fejtegító előadáson? Ott ismertük meg egymást. Igen, és péniszből, tehát úgy rajzoltál nekem bicik bicikliző embert, hogy a bicikli összes alkatrésze is pici pénis volt. Igen, annyi pénis. Üzenetet... Tehát a kerék is egy hosszú pénis volt, meg a küllők is pici péniszek, meg a pedális pénisz. Hadd meséljem el, hogy ez hogy volt valójában, mert ez már egy pici Ez a közös ünnökségünknél volt, aki pénzt keres azon, hogy azt gondolta, hogy minket kiközvetíti ilyen nyilvános fellépésekre. És hogy szervezett egy konferenciát, ami az akkor még viszonylag friss social media platformokról szólt, ezért nagyon sok pénzt fizetett. Tehát, hogy a mi érdekünkben valaki, hogy nekünk több pénzt keressen, sok pénzt költött ránk, és nekünk ezen a meetingen sikerült fütyirajzolgatással odáig jutni, hogy, hogy a saját magunk által fizetett ügynökünk ki akart küldeni minket. Tehát azt mondta, hogy menjünk akkor inkább. Igen, de veled ellentétben én legalább nem csináltam azt az egész végén, miután faszokat rajzoltam sor mintába, az egész végén nem álltam fel, és azt, mondta, azt mondtam ez egy fasság, ez az egész, én nem fogom megerőltetni magam, nem fogok, nem várhatjátok, hogy én azt csináljam. Meg. Nem, nem csináltam ilyet. De azt mondtad, hogy semmi értelme nincs a social médiának, mert amúgy is, meg mit tudom én. Hát lehetséges, de mégis e, e, itt vagyok. Na, de kezdjük el. Az első rovatunk a hét leghülyébb embere. Szerintem a hét leghülyébb embere az a Csongrád-Csanád megyei férfi, aki a rendőrségi autó fedélzeti kamerája előtt fejelte le a rendőrt. Ijúj, ez, úgy történt, Ijúj. ez úgy történt, hogy oh. egy nő vezetés közben nem állt meg a stop táblánál. Láttunk már ilyet. Semmi probléma nincs. Magunk is akár, magunk is akár volna elő, Csak nagyon lelassultunk. De után... Igen, ám, de ott állt egy rendőrautó. Na most, hogyha a rendőrautó látta a stop táblát és a nőt, akkor feltételezem, hogy a nőnek is kellett látnia a stop táblát és a rendőrautót. Mégsem állt meg. Igen? De még nem is ez a nagy probléma, el volt tiltva a vezetéstől, tehát nem volt jogosítványod. Tehát nincs jogosítványod, de látod a rendőrt, és megállsz a stoptablánál. Már neki is járna a Darwin-díj, hiszen ez bűncselekmény, ezért megpróbáltak előállítani. Azaz, gondolom, autós üldözés következtében, nem, 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 megállt szépen, és megpróbáltak előállítani, és bevinni, és betenni az autóba. Ezt észlelte az úriember, aki a hölgy mellett ült az autóba, és most direkt próbálok ilyen, tudod, ilyen uh -huh. rendőrösen rendőr fogom, és ő kiszállt, és dulakodás közben, és hangos káromkodás közben lefejelte a rendőrt. Uh -huh. Majd utána a másikat is elkezdte fenyegetni. Uh -huh. Ezt ez elmondta, mint Bagoly Bettina a, rendőrség szóvivője. Nagyon És szeretem. És közben, nyomozati tény alatt, közben a, a sértett, az a első sértett számú sértet a... beszállt önként a gépjármű. Tehát mindeközben a csaj önként beszállt, miközben... Egy picit meg tudom szeretni. érteni, nekem fiatalkoromban volt olyan, hogy egy csajommal mentünk az autójával, kresszturpisságot követett el, tehát még nem bűn, de valami, valami nem megfelelő, természetesen félreállítottak minket, és elkezdtek cicázni a, a lányjal, hogy igen, de hát, hogy ilyen szép kislány, az nem tudja, hogy izé. uh -huh. Én pedig ököllen rábasztam a kocsi tetejére, ami kicsit behorpadt, ez az apukája autója volt, tehát ez később majd nem lett megdicsérve, és azt mondtam annak a rendőrnek, aki egyébként egy taknyos kiskölyök volt, ugyanúgy, mint én, hogy kopjon le a csajomról, mert szétrugom a fejét. Te mindig ilyen kemény vagy, te mindig ilyen kipaszott kemény vagy. És nagyon sok pénzre megbüntették udvariasan a csajomat. Tehát értették, hogy ez... Szóval én valahol meg tudom érteni, nem tudom, hogy a rendőrök Na, hogy jártak el. Ő, én elmondom, hogy hogy jártak el. Hivatalos személy elleni erőszak és könnyű testisértés kísérlete, valamint végrehajtása miatt négy és fél év felfüggesztett szavastágvesztés és 450 ezer forint pénzbüntetés. Úgyhogy szerintem a hét leghülyébb embere, a Darwin díjat ezúttal a rendőrfejelő Csongrád család megyei férfi kapja, járjon neki egy szánalmas kis taps. Én is mondhatok szerintem hét lelküjében akit én történt, láttam. De most azt fogod mondani, hogy én? Nem, nem. Én egy érthetetlen dolgot láttam. És amikor megláttam, akkor elkezdtem számolni, és amikor számoltam, ahhoz még hozzá kell adni azt, amikor még nem számoltam, mert még nem tűnt fel, hogy milyen érthetetlen men, men, dolog. kezdem elveszteni a fonalat. A palack visszaváltónál a néni, amit összeszámoltam, 25-ször próbálta. <laughs> azt az egy ugyanazt a palackot beledobni, mert én sem vagyok hajlandó elfogadni, szóval de é, akkor ezek é. szerint előtte, amíg meg nem vettem észre az 10, az 35-40, 35-40-szer nem megérteni azt, hogy A, ez nem olyan palack, B, e. nem veszi be, C, nem értem, hogy miért nem, és olyan arccal lögdöste be a palackot mindig újra, mintha Szent Péternél próbálkozna a Mennyországba bekerülni, hogy, hogy, nem akarta megérteni, hogy ez nem az. Ma nem megy. Ez a palack ma nem megy. És oké, okay, hogy 50 forintot is sokra becsülünk, de a én is láttam, hogy tudna nélkülözni egy óráig 50 forintot, amíg átmegy egy másik palack visszaváltóhoz, és egy hosszú sor állt mögötte, és ugyanazt a palackot 25-ször visszapöckölte, és ami a legdühítőbb volt, és ezért ajándékozom neki a hét leghülyébb embere díjat, hogy mind a 25-ször megdöbbent, hogy nem veszi át. Hát, de, 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 de jó, Nagyon haragudtam rá. Na, nincs valami te jött. síró jeled? Következzen a Tejút legnagyobb zsák utcája a tejút legnagyobb zsákutcája szerintem nem más, mint a kis koala. Az a kis cuki. Az a kis cuki. Ausztráliában él, na most ő csak és kizárólag eukaliptusz levelet fogyaszt, de abból sem mindegy, hogy miért. Tehát rá egy fajtája, fajtára, mert a gyomrában levő baktériumok csak egy, azaz egy fajtát tudnak lebontani, és ahhoz szoknak hozzá, és azt tudja megemészteni. Na most, naponta körülbelül 20 órát mozdulatlanul tölt. Tehát ebből nagyon-nagyon hasonlít hozzád. Igen, igen. <laughs> És fogságban nem tud párosodni, ez szint kiköpött másom. Idő. idő gyakran, gyakran, próbálsz párosodni fogságban. Igen. Az idő nagy részében alszik is. Átlagos koala egy fél egy kiló eukaliptusz levelet eszik egy nap, és a folyadék szükségletét is ebből szerzi. Tehát nem is nagyon iszik, tehát annyira hülye, hogy még inni se tud. Na de, nem ez a lényeg, hanem hogy mivel étrendje nagyon alacsony, alacsony tápértékű, tehát ez a barom, Kiválasztott magának egy dolgot, amit tehet életében, és egész éhes. életében, ez alacsony tápértékű ezért az koponya üregének 40%-át folyadék tölti ki, tehát megdöbbentően kicsi az agya. Aha. Tehát annyira kicsi az agya, mert csak ezt a szart eszi, hogy nem jut eszébe, hogy mást is ehetne, amitől nagyobb lenne az agya. Tehát úgy érzed, hogy Buta, felesleges, és én, mintha azt is hallottam volna, hogy Attól függetlenül, mit képzelünk róla, egy agresszív ö, állat. Hát már abban a négy órában, amit ugye ébren tölt. Nem tudom, hogy meg az a kóla órában, az megy, az mindig. Mint, tehát órában szerintem az 7x4, akkor az 28, viszont a 20, az pedig tehát 140 órát mozgat. Én ezt így nem számolnám <laughs> ki. E, és e, akkor nyugtass meg, hogy kihalás van ez a faj, vagy az a panda? Természetesen a igen, mert a szintén darwindias ember nagyon nagy lendülettel szűkíti az életterét, tehát minden oké. Okay. Na most, ez az ember, amelyik szűkíti az életterét, próbálja is megmenteni ezt a kis állatkát, és székletátültetéssel próbálkozik. Na itt álljunk meg egy pillanatra, hogy ez, ez, ez nagyon fáj nekem, hogy ez a szó egyáltalán létezik. Mert érzem, hogy ez tovább fog menni, és valamit ez jelent. Ezek a kis, ezek a kis buta állatkák, egymástól akár tíz méterre élő két koala lehet, hogy az egyiknek a gyomra képes azt az eukaliptus levelet megemészteni, de a másiknak már nem, és vice versa. És valahogy át kéne juttatni az egyik koalából azokat a baktériumokat a másik koalába. Hogy meg tudja emészteni. Hogy meg tudja emészteni, és ennek egy de, módszerét de. találták eddig fel a tudósok, ne. Ezt most úgy mondtam, mint a miniszterelnök úr, hogy tudósok, tudós tudósasszonyok és tudós férfiak. A széklet átültetést, tehát megetetik a másik a kakiát, és lásd csodát, már is meg tudja emészteni a másikat. Miért eszi meg az egyik állat a másiknak a kakiát? Mi az, hogy megetetik? Az, a, nincs annyi önbecsülése, hogy azt mondja, hogy ezt a, már de eddig nem. Is ne tovább. Ezt már nem. Miért nem, ne nem a baktériumot kis ö, átültető is azért, is amikor megszületik, tű... megdöbbentően sokáig, sok-sok hónapig, több mint fél évig az anyjuk ürülékét eszik, hogy azok a baktériumok elszaporítanak. Ja, Ő már a... eleve szart eszik egész életében, csak azért, hogy utána egész életében csak fajta eukaliptusznak a levelét tudja És szerinted van egy Ausztrál alapítvány, amelyiknek vannak olyan munkatársai, akik több hónapnyi kiképzés után Ürülék, becsempészők. Igen, tehát... csak nekik nagyon kell figyelni, mert ugye ők fejjel lefele vannak, tehát eleve a fejükbe is kiesett a világűrbe ki a... A, világűr a, a kaki. Meg nekik is a fejükbe beszáll a vér. Na, de én azt gondolom, hogy a, a, a tejút legnagyobb zsák utcája, Darwin díjat ezen a héten a Koala kapja mesélsz neki Igen. a hét legokosabb emberéről? Kicsit pozitívabb, és el is szégyeltem, de olyan hatással volt rám, és kicsit ilyen didaktikus lesz, és azt fogják hinni, hogy nyálas vagyok, de talán ezzel a kis kanyara előtte ezt, ezt tudom ellensúlyozni. A hét legokosabb embere számomra az a bácsi volt, aki teljes mértékben elfoglalta a benzinkutnál levő pénzbedobós porszívót, helyét az autójával, miközben nem porszivózott, hanem ilyen arca, kicsit feltűszott szemüveggel, egy picin zsebkendővel, ekkora sebességgel próbálta a valamilyen szép régi e, Toyota szanyát így keresztül törölni. És én már passzív agresszívan álltam oda be, hogy a, hogy a másik helyre, ameddig nem érte a porszívócső, e, hogy én nem fogok tudni, és dúl, durcásan próbáltam kiszállni a kocsiból. És le akartam teremteni az öreg urat, hogy kérem szépen, hogy ha már nem porszívózik, akkor legyen kedves, állni, mert más ember is azért, nehogy már meg az ember ideje meg, nem is, hogy nem lehet azt máshol törögetni. És ekkor csak az öreg úr rám nézett, és a következőt mondta, teljesen hátba támadva ezzel az én agresszív koncepciómat. Jó napot, uram, de szép autója van, kedveli? Én köpni-nyelni nem tudtam, hiszen az emberi kedvességnek ez az aljas, eh, eh, kiszámíthatatlan eh, eh, rohama, ez az én agressziómat teljesen... Eh, Ellenpontoztatott? És, és noha nem a saját autómmal voltam, eh, hanem egy eh, támogatói autóval, a, a, a zavaromban elkezdtem... Eh, Büszke lenni az autó, a nem igen, autódra? és kedvesen válaszolni neki, hogy... Igen, és akkor elbeszélgettünk kedvesen, és beültem a kocsiba, és elmentem, és a bácsi legyőzött engem, ő volt a legokosabb kedvességgel. Akkor a hét legokosabb emberének járó Darwin díjat a bácsi kapja. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok a az lettásában. csak egy, ilyen kis, kis 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 volt? Ez egy, egy kis, kis belekapás ebbe intermezó. abba. Igen. És köszönjük, hogy vannak hülye emberek, köszönjük, hogy vannak hülyeségek, köszönjük, hogy hülyék lehetünk, köszönjük, hogy hülyéskedhetünk. Ne felejtjétek, hogy minden szerdán 19.45-kor találkozunk a Podpeden, illetve aki a YouTube-on szeretné megnézni videóval, az keddenként 19 órakor, illetve a Spotify-on ugyanitt meg lehet hallgatni. Figyeltél, hogy Tudod, látod a szememben, hogy semmit nem értek ebből, és mi van, ha az utcán megálltanak? Tandás, tök jó ez a ízés, ez mikor van a Podpeden? Ezt fogom mondani. Kérdezzétek meg a Márkó. Küldjetek Darwin eseteket, Darwin embereket, lehet a barátod, lehet a családtagod, lehet a, a szomszédod, lehet a Hajós András, küldjetek, lehet, lehet önmagad, kommenteljétek a Youtube-on, illetve küldjetek az én Instagramomra, a kukacmárkulincén oldalra. Az enyébre pedig ne. A hülyeség legyen veletek. Sziasztok!